gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény volt a Videoton otthonában, viszont nagyon sajnálhattuk azt, hogy nem sikerült 3 pontot szereznünk. Én pedig hatványozottan nagyon sajnálom ezt, hiszen volt egy óriási helyzetem a mérkőzés végén, amivel eldönthettem volna a mérkőzést. Sajnos nem sikerült, és utána óriási balszerencsénk volt, hogy az utolsó pillanatban egy ilyen bombagolt kaptunk, így csak 1 pontot tudtunk elhozni, de úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó eredmény volt. Kaptam egy nagyon nagy labdát az Albitól, és vittem Kovácsikra a labdát, úgy éreztem, hogy az a legjobb döntés, hogyha elhúzom mellette, ez sikerült is. Viszont ott az utolsó pillanatban egy nagyon-nagyon kicsit belekapott a labdába. Ez emiatt egy kicsit lelassult, illetve amikor odaértem már, hogy el tudtam volna rúgni, nagyon-nagyon alám került a labda, megült. És közben láttam már, hogy azt hiszem a Négo, illetve a Juhász már szaladtak be a kapuba, és nem éreztem úgy, hogy kellőképpen el tudnám rúgni, valószínűleg nem ment volna be, ezért megpróbáltam visszavenni a labdát, és hogy utána be tudom rúgni, viszont addigra már nagyon nagy lendületben voltam, és nem sikerült jól visszavennem, illetve visszaértek a védők, így tisztázni tudtak. Hát természetesen nagyon letört voltam a mérkőzés után, főleg úgy, hogy így alakult, hogy nem sikerült nyernünk. A többiek megértették a helyzetet, igazából van ilyen, hogy az ember kiadja egy helyzetet, hogy valaki hibázik, benne van a játékban. Sajnos ez most 2 pontunkba került, de bátorítottak, és nem voltak nagyon negatívak velem szemben. Az MTK bár újonc csapat, de úgy gondolom, hogy látni kell azt, hogy nagyon jó játékosok alkotják a keretüket. Nagyon sokan régóta együtt vannak már ebben a csapatban. Az MTK mindig is egy játszós csapat volt, próbálnak focizni, tehát nagyon nehéz ellenfél lesz. De úgy gondolom, hogy minden esélyünk megvan, hiszen nekünk is nagyon jól megy a játék, jól szerepelünk eddig a bajnokságban, és itthon mindenképpen szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést.